Igazából minden összeköt minket, én úgy fogalmaznék. A zenélésen, a sporton, az összeüléseken, a nótázásokon keresztül. Mindig lenyűgözött az, ahogy Norbi dalt ír, és amilyen dalokat ír. Mi volt a rossz? Hát most képzelj el egy 10 éves házasságot, csak 5 férfi. Szent Miklóson vagyunk, ami egy kisváros a keleti Kárpátokban, Erdély határán, Székelyföldön, és hát azért meghatározó a zenekar szempontjából, mert mindannyian innen származunk, innen indult a zenekar. A gyergyói fenyves ala, ott lakózik a babám a szívem alatt. Ott lakózik mind az öröm, mind a... Ez a zenekar, amikor összeállt, akkor azt éreztük, hogy itt most úgy állnak a csillagok, hogy ebből akár lehet az is, ami végül lett belőle. Norbi, mit csinálsz? Eldugom a húrokat. Miért? Hát, hogy legyen szép. És mivel lesz szebb? Azzal, hogy az összevisszaság, nagy szépsége a nézők elé tárulhat. Azt hiszem, amikor először gitárt vettem a kezembe, már nem gondoltam magamra úgy, mint frontember szerintem, de semmiképp nem úgy, mint aki hátul van, vagy nem veszi ki a bivaj részét az egészből. Azt hiszem, hogy mindig is azt gondoltam, hogy a gitárt tesz le a kezébe az ember, akkor akar töltetni előre is. Meg akarja mutatni magát a közönségnek. Voltak hullámvölgyek ebbe, amikor én próbálkoztam énekelni egy zenekarba, de hát el kellett döntsem, hogy azért Norbi ez sokkal jobban áll neki, meg ő abszolút egy ilyen frontember típus volt már akkor is, egy nagyon erős személyiség, nagyon tudta mindig, hogy mit akar, és a közönséggel kommunikálni szerintem egy ilyen ember kell, aki karakánul tudja, hogy mi az, amit ő el szeretne mondani. Mindig az volt a fontos, hogy olyan emberekkel zenéljünk, akiket szeretünk. Sokkal fontosabb volt az, hogy szeressük egymást, hogy jól tudjunk hülyülni, el tudjunk beszélgetni éjszakákat, és ha tudunk még egy kicsit zenélni, az még az pluszba ad hozzá. Az én egyik erősségem az, hogy Norbinak az öccse vagyok, együtt nőttünk fel, és emiatt más módon tudok ráhangolódni az ő lelki világára, az ő zenei világára. Úgy szeretem ezeket megírni, hogy időtállóak legyenek. Tehát mindig tudjam én is felhúzni újra és újra magamra, úgyhogy akár teljesen mást jelentenek. Halló, tessék! Norbi. Megint téged keresett meg én. Halló! Szerintem egyáltalán nem csinálnék egókérdést abból, hogyha más is írna rajta a zenekarba. Biztos, hogy mondják, törtetnem kellene. Tehát azt érezném, hogy hoppá, akkor nekem akkor gyorsan kell írni még a 8-at, hogy akkor mégis én maradjak meg a dalszerző a csapatban. Tehát valószínűleg lenne ilyen ösztönzési kényszerem. Neki ehhez van egy olyan érzéke, amilyen nekem, vagy akár a többi zenekari tagnak annyira nincs. Sokszor kiderült már az idők folyamán, hogy én amikor valamit másképp csináltam volna, mint ahogy ő megcsinálta, például az olyan őből is emlékszem, hogy pont azt akartam kivenni, ami ez a ugye te is akarod? Ez az a nagy ugrás, mondom, hogy hát ez egy kicsit túlzás, aztán még azt éneklik a legjobban a koncerteken. Nézzed az érzés, más, ugye te is akarod, ez a rend mondás.
én abba nagyon felnézek rá, amit ő csinál, ő meg abban néz fel rám, amit én csinálok. Úgyhogy emiatt nem is feltétlen ez a felállás, hogy én maradtam a kicsi öcsi, hanem megtaláltuk mind a ketten azt, amivel egymást a legjobban tudjuk erősíteni. Csendül a városban, s egy angyal arra ébred, hogy eltévedt itt lenn a földön néhány piciny lélek. Advent harmadik vasárnapján a gyertyagyújtáskor kinn a központon fogunk előadni dalokat, és kimondottan ennek a tiszteletére így egy hirtelen ötletből jött az, hogy írjunk egy dalt, és amikor megtudtam, akkor számomra kimondottan kedves volt, mert ugyanis ez a hangszer, ami ugyanúgy meg fog szólalni a dalban, ebben az én kezem munkája is benne van, és valójában hallom, hogy milyen szép. Zöld el a fenyő úgy, ahogy még nem láttam soha. Azt hiszem, az élet többé nem lehet mostoha. Alapvetően az, hogy a zenekar életében megjelent a környezettel való tudatos foglalkozás, edukáció, faültetés, meg ilyenek, nem feltétlenül abból fakad, hogy én járok a természetben viszonylag gyakran, vagy hogy nagyon hosszú ideje szeretek kirándulni, hanem pontosan a zenéből. Igazából sosem volt ez a hatalmas nagy boom így egyből, tehát organikusan épült. Az első koncertjeinken pár ember volt, 5-10-15, itt a helyi kis kocsmákban játszottunk, egy nagyon jó hangulat volt. Amikor már itt kinőttük magunkat Gyergyó Szent Miklóson, már voltak olyan kocsmabulik, hogy kint álltak, nem igazán tudtak bejutni, akkor eldöntöttük, hogy hú, hát akkor ezt tovább kell vinni. Az a pont, amikor mindenki felfigyel egy zenekarra. De mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy amikor felfigyeltek az emberek a dalunkra, és mi eljöttek egy koncertre, akkor rájöttek, hogy megismernek egy csomó dalt. Igazából meg kellett éljük azt, hogy bár itthon ismertek voltunk, és szerettek bennünket, ahogy keresztül mentünk a határon, ott teljesen újra kellett felépíteni az egészet. Az első koncertünkön 3 ember volt, amiből 2 kiment a harmadik dal után, mert ők nem ránk jöttek, hanem a következő zenekarra. Így ment, hogy 3 ember, 10 ember, 100 ember, és így tovább. Első időben a zenekar bázisa az év nagy részében Gyergyó Szent Miklóson volt. Mikor elsősorban Magyarországon koncerteztünk, akkor muszáj volt egy 2-es számú bázist keresnünk valahol. Balatonfüstfőn vagyunk, azon belül is Tobrukban. Ez egy ilyen kis részen a balatonfüstfői területnek. A Balatonon járok. Ehhez a helyhez köthető egy lemeznyi anyag biztos, hanem 2 is akár. Az asztalnál dobigáltuk be az ötleteket, és akkor itt kristályosodott ki az, hogy mi legyen és hogy legyen. Gyakorlatilag június 1-től szeptember végéig itt laktunk 3 éven keresztül, és hát ez volt a második otthon. Innen indultunk koncertezni, ide érkeztünk meg. Pont a népszerűség az, ami bennem még jobban megerősítette azt, hogy a bensőséges
igazi, őszinte beszélgetéseket még jobban értékelje. Vannak olyan pillanatok, amikor nehezebb ezt feldolgozni, amikor lejön az ember egy színpadról, ahol 10 000 ember előtt játszott, és utána hazaír a backstage-ből, az egy ürességérzetet ad azért. De az a fontos, hogy utána önmagad tudjál lenni. Utána, hogyha eltelik 3-4-5 nap, akkor azt te úgy tudjad megélni, ahogy te szeretnél lenni. És utána meg vissza tudjál menni a színpadra, úgy, mint az ember, akinek elő kell adni. Szerintem azért maradtunk ennyire természetesek, ennyire közvetlenek és nyitottak, mert igazából mi ilyen emberek vagyunk. Ebből a környezetből indultunk, ide térünk vissza mindig a koncertek után, és ahogy Norbi szokta mondani, kimegyünk az üzletbe, és találkozunk Zsuzsika nénivel, aki árulja a fékárút, és te hiába hordod fenn az orrodot, hogy te vagy a nagy sztár, attól még ugyanúgy meg kell vegye azt a kenyeret. Én nem vagyok semmivel se több, mint a másik ember, aki sétál az utcán. Én szeretnék úgy közölni érzéseket, meg gondolatokat a zenénkkel. Tehát nem csak azt, hogy a zene felszabadít, és lehet táncolni, és mindenki jól érezze magát, és nem tudom, dobjál, ami a kezében van, és táncoljon, hanem hogy gondolkodjunk el a világról, hogy miért is vagyunk itt, mit csináljunk, merre menjünk, mi az, amit tehetünk. Rám talált annyi sok szép ég, szemben ülve emlékék. Sokkal többet adott ez a zenekar, mint amit álmodtunk, hogy tud adni. Emberismerőbb és emberelfogadóbb. Bár tudsz válni. Hogy az idő, hogy szemtelen a távolból. Tényleg olyanok vagyunk, mint egy család, egymáshoz idomultunk. Ezt tényleg úgy tudtuk megélni ezt az egész utat, ezt a közel 10 éves utat, hogy egy pillanatig sem volt kényelmetlen. Ilyen ünnep volt az egész. Én igazából csak azt szeretném, hogyha ez a csapat együtt maradna, és együtt tudnánk zenélni, míg a világ a világ.